Sziasztok, Divatikon nézők, itt vagyunk Stone-nal, szia! Szia! Végre sikerült ezt. Gratulálok ehhez. Másodjára próbáltad meg ugye az X-faktort, nem féltél a kudarctól? Igazából attól, hogy nem sikerül, attól nem féltem. Én csak azért jöttem most ebben a műsorba, hogy a négy mentónak végül is elmondjam a véleményemet. És úgy voltam vele, hogy ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. Ez történt. Elég erős fizikummal rendelkezel, ezt látom rajtad. Hogy tudod ezt így összeegyeztetni, az éneklést meg a testépítést időben? Nagyon-nagyon sok barátom van, aki, mint tudom én, fogorvos és 120 kg tiszta izom. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mit csinálsz, ahhoz, hogy mennyire vagy izmos, nem sok köze van. Tehát én 6 éves korom óta sportlok, 46 éve, mindig valamit csinálok. Nekem ez nem mindig jó, hogy így nézek ki, mert az embereknek az előítéleteivel találkozok nap mint nap, de mostan megszoktam. És én azt gondolom, hogy amit nem várnak, és meghökkentő, az mindig érdekesebb, mint amit várnak az emberek. Amikor bekerültél, kiderült, hogy bejutottál a legjobb 12-be, kit hívtál fel, vagy kiket hívtál fel elsőként? Elsőként és egyetlenként a édesanyámat hívtam fel, a szüleimet, mert ők voltak azok, akik az egész életemet ugye végigkísértek. Én bármit csináltam, vagy bármit tettem, ami jó vagy rossz volt, ők soha nem ítélkeztek felettem, és ez nekem nagyon fontos. Ők mindig elfogadtak olyanak, amilyen vagyok. Ugye tudjuk rólad, hogy már korábban is zenéltél. Mióta pontosan? Én 32 éve zenélek. Az elég kaba, és a következő énekes ugye az Ámbo Krisztel pont 32 éves, de amikor megszülettek, akkor onnantól kezdve már zenéltem. Akkor biztos, hogy ez nagy mértföldkő lesz a karrieredben, bármeddig is jusson el. Mivel lennél elégedett, milyen helyezéssel? Én már most is nagyon elégedett vagyok. Az ember azt mondja, hogy gyarló, azt mondja, hogy hogy nekem valaki ezt leírja, amikor én elindultam ebbe a versenybe, hogy bejutok a 12-be, és ott már rögtön ki is esek, tehát odáig jutok el, akkor azt mondtam, hogy rendben van. Nyilván, hogy most már, hogy itt vagyok, azt gondolom, hogy szeretnék még tovább menetelni, és mindent meg fogok tenni azért, hogy ez az álmom valóra váljon. Mit szóltál a mentorodhoz? Örülsz neki? Számítasz a támogatására? Nyilván örülök a mentoromnak, számítok a támogatására. Egy kicsit ilyen, neki egy kicsit furcsa az, hogy mindig ilyen kisfiúkkal volt körülve, most kapott egy, remélem, férfit, ugye? Mondjuk, hogy Keresztes Ildikóról van szó. Igen, Keresztes Ildikóról van szó, tehát a Keresztes Ildikó a mentorom, és szerintem azért neki is egy kicsit az furcsa lesz, hogy idáig ilyen 16 éves gyerekkel dolgozott, az anyjuk volt, és most jött egy apjuk, már elnézést, és idősebb vagyok az Ildikónál. Biztos, hogy sokszor össze fogunk vitatkozni, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az ő kritikája építő jellegű lesz. Stone, akkor csak keményen, szerintem ezzel nem lesz gond. Kívánok neked sok sikert, minél tovább jussál el. Nagyon szépen köszönöm, a legjobbakat nektek is. Nézzétek továbbra is a divatikon.hu, sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. Kasszásbence.hu, objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórákwebáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk